Az ikonikus szürke melegítő nadrág. Király Gábor 43 évesen 3 héttel ezelőtt akasztotta végleg az öltöző fogasára. Hivatalos Facebook oldalán ezzel a videóval köszönt el a profi foci világától. 26 éven át védte a kaput, 882 mérkőzésen játszott, ebből 108-szor a nemzeti válogatottban. 3 évvel ezelőtt így ünnepelték Király Gábort és a többi vasi focistát Szombathelyen, miután a magyar válogatott hazatért az Európa-bajnokságról, a 8-döntőben estek ki. A válogatottságom alatt talán ez az az eredmény, amivel visszatértünk Európa nagy színpadára. A sportolót mindenki ismeri Szombathelyen, népszerű a szülővárosában. 3 hete, amikor bejelentette visszavonulását, a miniszterelnök levélben gratulált neki a pályafutásához. Ő pedig azt írta a honlapján, hogy új és izgalmas kihívások várnak rá. A 24.hu szerint felkérte a Fidesz, hogy legyen a párt polgármester jelöltje Szombathelyen. Király Gábor erre közleményt adott ki, melyben légből kapottnak minősítette az értesülést. Közleményét azzal zárta, hogy továbbra is a sport elkötelezett híve marad. Kerestük a Fidesz helyi elnökét, Hende Csaba országgyűlési képviselőt, telefonon értük el. Azt mondta, hogy álhír Király Gábor felkérése, de ezzel kapcsolatban nem ad interjút, mert idézem, nem szeretne az RTL híradóban saját hanggal szerepelni. Összellenzéki polgármester jelöltje egyébként már hónapok óta van a városnak. A szocialista Nemény András szerint a Fidesz bajban van Szombathelyen, és ezért nem talált még jelöltet az őszi önkormányzati választásra. Nagyon kevés olyan szombathelyi van, aki ehhez a bukott szombathelyi Fideszhez akarná adni a nevét. A saját frakció tagjai közül sem tud kikerülni senki se, hiszen ők maguk is mérnek, és azt mérték, hogy nincsen egyiküknek se támogatottsága. Szombathely jelenlegi polgármestere Fideszes, Puskás Tivadarnak azonban megromlott a viszonya az alpolgármesterével, aki ezért február vége óta nem a kormánypártokat támogatja. Ezzel pedig a szombathelyi képviselőtestületben átvette a hatalmat az ellenzék.